Úgyhogy lássunk is rögtön hozzá a ma esti tanulmányoknak. A Éruvin traktátus 90-es lapját fogjuk tanulni. Vegyük elő a talmudjainkat. Aranyos vagy, Dodi, köszönöm szépen. És nézzük, hogy miről is van szó. Egy kis felfrissítése annak, hogy mit tanultunk pénteken. Pénteken arról volt szó, hogy mindannyian tudjuk, hogy két lakhatású célú ingatlan között, amely mind a kettő, Shusha Yochid, magánterület, de más-más tulajdonosa van, éruvot kell csinálni ahhoz, hogy lehessen egymás között vinni. Ha van egy lakás, meg egy másik lakás, és összenyitjuk a két lakást, akkor ez a két lakás, mivel két külön tulajdonosa van, csak akkor megengedett, hogy egyikből a másikba vigyünk, hogyha éruvot csinálunk a kettő között. Kérdés az volt, hogy mi a helyzet a tetővel. Így van. Fel a tetőre, hegedűs a háztetőn. Köszönjük Tamás és Mária a kulturális támpontokat. Szóval mi a helyzet a háztetővel? A háztető az nem egy lakhatási célú ingatlan, és ezért fölmerül esetleg más más megítélés alá sem. És a Misnában három véleményt olvastunk azzal kapcsolatban, hogy mi van a háztetőkkel. Ha háztetők összeérnek, lehet-e az egyik, hogyan az egyik háztetőről a másikra vinni, vagy sem? És eleve a háztető, hogyan ítéljük meg a háztetőt? Az első vélemény Rabbi Meir véleménye volt. Rabbi Meir azt mondta, hogy a háztetőkről lehet egyikről a másikra vinni. Egyedül akkor van korlátozás, hogyha a háztetőknek között van egy legalább 10 tefáhnyi szintkülönbség. Ez volt Rabbi Meir véleménye. A bölcsek azt mondták, hogy a háztetők azok önálló entitások, önálló ingatlanoknak számítanak. Hiába érnek össze, és felül nem látjuk, hogy ezek különálló entitások, ezek mégiscsak különálló entitások. És itt ezen a ponton Ráv és Smuel vitatkoztak, hogy hogyan kell érteni a bölcseknek ezt az állítását. Ráv azt mondta, vagy talán kezdjük az egyszerűbben, Smuel azt mondta, hogy mivel ezek különálló entitások, ezt úgy kell érteni, hogy teljesen különálló entitások, egyikről a másikra nem lehet átvinni, de egy adott ház tetőn, a tetőn belül annyit hozok-viszek, amennyit akarok. Miért? Mert az tetők alatt nyugvó falak, amelyek a házakat választják el egymástól, azok ugyan nem mennek föl a tető fölé, de mi mégis úgy tekintjük virtuálisan, mint hogyha fölmennének a tető fölé. Gud aszik mechitzta. A falak, amelyek elválasztják a házakat, azok virtuálisan fölemelkednek egészen az égig. És olyan, mintha elválasztanák egymástól a tetőket is. És ezért a tetőkön belül lehet hozni-vinni, de a tetőről a tetőre nem lehet hozni-vinni. Ez volt a Smuel véleménye. Ráv azt mondja, hogy nem mondjuk azt, hogy gud aszik mechitzta, hogy egy a tető alatt megbúvó fal az az égbe megy, és ezért olyan, mintha ezek a entitások, ezek a tetők ellenének egymástól választva egy fallal, hanem úgy tekintjük ezeket, mint önálló tulajdonú, más-más tulajdonú ingatlanok, amelyek egymásba vannak nyitva, és hogyha két más-más tulajdonú ingatlan egymásba van nyitva, akkor nem csak, hogy az egyikről a másikra nem lehet vinni, hanem önmagában sem lehet vinni. Tehát ugye, ha van mondjuk két ház, és ez a két ház egyben van nyitva, és nincs a kettő között semmifajta fal választás, az egybenyitás itt nem azt jelenti, hogy van egy ajtó közöttük, hanem teljesen hiányzik a fal, akkor ha nincs éruv közöttük, akkor nem csak az egyikről a másikra nem lehet átvinni, hanem még önmagában is letiltja egyik a másikat, és önmagában is négy amánál távolabbra nem lehet vinni azon az ingatlanon belül. Tehát ez Rávnak és Smuelnak a véleménye.
Ez volt a két álláspont a bölcsek véleményén belül. Tehát amikor a bölcsek azt mondták, hogy ezek a háztetők, amelyek összeérnek, ezek különálló ingatlanoknak számítanak, akkor mit értettek ez alatt? Smuel szerint azt értették, hogy az egyik háztetőről a másikra nem szabad vinni, de a háztetőn belül, az adott háztetőn belül lehet vinni, és Smuel pedig azt mondta... Egy pillanatot kérek, csak a gyerekek között rendet kell adni már. Amúgy bent, az jó, oké? Az tizgóta delet. Tizgóta delet, vaksa. Tizgóna omáléte telet. Nem könnyű apukának lenni. Pillanat. Mubi, Alisika, nem tudom, csak a Nutella, van? Ja. Szóval, ez volt tehát a véleménykülönbség Smuel és Ráv között. Most ezt a véleménykülönbséget fogjuk tovább mélyíteni és tisztázni különböző kérdésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal. Úgyhogy lássunk is rögtön neki. Daf Tzadik, a 90-es oldal, lap A oldalának tetején vagyunk. Baj Ráva Barháma, stej amoizbe gág, stej amoizbe amud mahu. Azt kérdezi Ráma Barháma, hogy Ráv véleménye szerint, ugye Ráv azt mondta, hogy köszönöm Tamás, így is a pápa. Szóval, hogy Ráv azt mondta, hogy nem csak, hogy az egyikről nem lehet a másikra átvinni, hanem önmagában sem lehet vinni. Ugye ez volt Rávnak a véleménye. És a következőt kérdezte Ráma Barháma, mi van akkor, hogyha van egy tető, és a tető mellett van egy oszlop, és a kettő összeér. Tehát most van egy dolgom, nem egy tető van, hanem több tető. Van három tető, és egy, kettő, három mondjuk. Ugye a különböző tetők egymás között nem vihetnek, hozhatnak, és nem csak, hogy egymás között nem vihetnek, hozhatnak, hanem egy tetőn belül sem hozhatnak, vihetnek. Elnézést, meg nincs vége. Máté, hozzá? Én már csinálsz jó. Annyi lehalassabb. Tizgolt, de lehet váltik el vissza polcban. Micsoda ereje van a számítógépnek. Látom, Roland, nálatok a fürdésért megy a harc, nem a fürdésért, hanem a számítógépért. Szóval, kussunk még egyszer neki. Szóval, a tetők, itt vannak ezek a tetők. Mi a helyzet azzal, hogyha az egyik tetőről nem egy másik tetőre szeretném vinni átvinni a dolgokat, hanem a tetőről erre az oszlopra, ami a tető mellett van. És ugye ez volt a kérdés, de a kérdés nem teljesen világos, hogy ez, mi ebben egyáltalán a kérdés. Amar Rába, Mike, mi baj elé? Miről szól ez a vita? Egyáltalán miről szól ez a kérdés? Kármeliszről süsszői achitka, mi baj elé? Ugye itt biztos, hogy nem kérdés, hogy nem lehet átvinni. Miért? Mert az a tető, ami a sok tető között meghúzódik, Ráv szerint olyan tulajdonképpen, mint egy kármelisz. Miért? Mert nem csak az egyik tetőről a másikra nem lehet átvinni, hanem magán az adott tetőn belül sem lehet négy amánál távolabb vinni. Tehát pontosan ugyanaz a szabálya, ugyanaz a megítélése, mint egy kármelisznek. Ugye egy kármelisz is egy olyan terület, amin belül négy amán távolabbra nem lehet vinni. Most ugye egy kármeliszről kérdezett, hogy átvinni egy oszlopra, ami 10 tefach magas és 4 tefach széles, akkor a kármeliszről átvinni az oszlopra, ami azon oszlop, ugye, ami 10 tefach magas, 4 tefach széles, az legalább, az már Rösussza Jachin, magánterületnek számít. Ez biztos, hogy tilos. Egy kármeliszről egy magánterületre vinni, az biztos, hogy tilos. Tehát ez a kérdés önmagában doesn't make sense. Semmilyen értelme nincsen. Azt mondja, a Talmud verámbe bárháma, agaf hurfélő ilyenbe. Azt mondja, a Talmud igazad van, de bárháma egy kicsit elsiette a kérdés megfogalmazását. Annyira éles esző, annyira élesen vág az esze, hogy a megfogalmazása nem tudott odafigyelni. El a hachikim a baj elé. Valójában a következő képen tette fel a kérdést. Stej amoizbe gágu, stej amoizbe szádra máhu. Mi van akkor, hogyha vannak ezek a tetők,
és az egyik tetőről a másik, nem, az egyik tető mellett van egy achszadra. Achszadra az egy terasz tulajdonképpen, egy timpanon, úgy mondanák magyarul. Tehát egy olyan timpanon, aminek a teteje egyenes, és alatta ugye nincsen ház, hanem csak egy fedett ilyen előtér van, akkor a háztetőről, a timpanon tetejére lehet-e vinni? Ez volt a kérdés. És ugye úgy vinni, hogy négy amánál nem viszek többet, de csak átviszem az egyikről a másikra. Azt mondja a Talmud, ez volt a kérdés, és akkor tisztázzuk, mi a kérdés kifejtése. Mi amrinan kivende loj háj házele dira, vagy loj háj házele dira, hádara suszahi, oly dilma, kivende meg gág le gág aszír, még gág lák szádra, nem mi aszír. Azt mondja a Talmud, a kérdés kibontása a következő. Ugye a tető az nem egy lakhatású célú ingatlan. A timpanon teteje ugyancsak nem egy lakhatású célú ingatlan. És ezért, ha nem megyek távolabbra, mint négy áma, akkor megengedett kéne, hogy legyen esetleg, hogy átvigyük a háztetőről a timpanon tetejére, mert egy nem lakhatású célú ingatlanról, egy másik nem lakhatású célú ingatlanról, anélkül, hogy négy ámánál többet mennék, esetleg meg lehet engedni? Oly dilma, kivende meg gág le gág asszír, meg gág le gág achszádra, nem asszír. Azt mondja, és tovább megy a másik oldala viszont a kérdésnek, hogy mivel a tetők között nem lehet vinni, ugye még úgy sem, hogy négy ámánál nem viszem messzebbre, akkor mondjuk azt, hogy ugyanúgy, ahogy tető és tető között nem lehet vinni, a tető és a timpanon között ugyancsak nem lehet vinni. Ez volt a kérdés. Most a kérdést meg tovább fejelte Rav Bibi Barabája. Baj Rav Bibi Barabája. Stéhámoizbe gágo, stéhámoizbe hulva a máhu. Te azt kérdezted, hogy mi van a háztetőről a timpanon tetejére. Én azt kérdezem, mi van a háztetőről a rom területére. Tehát mondjuk van egy háztető, és onnan átlépek egy romra, a rom sem egy lakhatású célú ingatlan, a tető sem egy lakhatású célú ingatlan, akkor lehet-e vinni az egyikről a másikra. Amen Rav Kahana, Lav Hain Drambar Hama, azt kérdezte Rav Kahana, mi a különbség? Az előbb mi azt kérdeztük, hogy a tetőről a timpanonra, te most azt kérdezted, hogy a tetőről a romra, mind a timpanon, mind a rom nem lakhatású célú ingatlan, tehát hogyha az egyikről meg tudom a választ, a másikra is meg tudom a választ, akkor miért kell most ezt a kérdést megfejelni még valamivel? Amen Rav Bibi Barabája, ki máhár ászajun cai, ach szádra le házre dirva, vichurva, házre dirva. Azt mondta neki Rav Bibi, én nem azért jöttem, hogy kötözködjek, és itt föltegyek még egy kérdést, hanem szerettem volna még jobban kiélezni a timpanonos kérdést. Miért? Mert ha azt mondod, hogy a tetőről a timpanonra, a timpanon valóban nem egy lakhatású célú ingatlan, de nem csak egy nem lakhatású célú ingatlan, ki se alakítható rajta a lakhatás. Nem így a rom. A romban ki lehet alakítani egy kis kialakítással ki lehet alakítani a lakhatást, és ezért a kérdés a következőképpen hangzani. Imtimce lojmárka már. Akkor feltételes módon teszem fel a kérdést. Imtimce lojmárka szádra. Lojházele dira. Hogyha azt lenne a válaszod az első kérdésre, ami a tetőről, a timpanon tetejére való kérdés, hogy a tetőről a timpanonra lehet vinni. Miért? Mert... A tetőről a tetőre csak azért nem lehet vinni, mert mind a kettő alatt laknak, és ezért úgy tekintem, hogy mégiscsak valamilyen lakhatású célja van. De a tetőről a timpanonra lehet vinni. Miért? Mert a timpanon az egyáltalán nem lakhatású cél, hiszen alatta sem laknak. Ha ezt mondanád, akkor én föltenném a kérdést, hogy na jó, de mi van a tetőről a romra, ami a rom valóban hasonlít arra hasonlít abban a timpanonra, hogy ugyancsak nem lakhatású célú, de mégiscsak kialakítható elvben rajta a lakhatás, és ezért esetleg legyen más a megítélése, mint a timpanon tetejének. Kedves barátaim, tudom, hogy mindenkit felizgattam ezzel a kérdés sorral, de sajnos nem fogjuk tudni meg a választ, ugyanis a Talmud azt mondja, Téku, ez is egy olyan kérdés, amire majd Eliáhu megmondja a választ, ha megérkezik a Messiás eljövetele előtt. Téku, ugye az rövidítés, Tisbi, je tarec, kusjasz ve abájasz. Majd eljön a Tisbi, Eliáhu, Ilés,
majd ő megválaszolja ezeket a kérdéseket. Szóval ezen a fronton nem sikerült elmélyíteni ezt a problematikát. Oké. Most térjünk rá egy másik megközelítésre, ami meglepő és kicsit nehezen követhető állítás fog következni. Az előbb azt mondtuk, hogy a bölcsek véleménye szerint az udvarok, vagy a tetők, azok önálló entitásnak számítanak, és ezért Ráv szerint, mivel egybe vannak nyitva, ezért nem is lehet még önmagukban, nem csak egyikről a másikra, hanem önmagukban sem lehet vinni rajtuk négy ámánál távolabbra. Smuel szerint pedig egyikről a másikra nem lehet vinni, önmagukban lehet vinni. Ez volt a bölcsek véleménye. Rabbi Meir véleménye pedig a Misnában az volt, hogy a tetők azok egy nagy terület, és ezért az egyik tetőről a másikra lehet vinni, kivéve, hogyha a tetők között van egy 10 tefachos eltérés. És akkor itt ugye ez volt át a misna. Most a következőt mondja a Talmud. Gágina savin le Rabbi Meir. Mi van akkor, hogyha van sok tető, ami között nincs 10 tefach eltérés, vagy nem Rabbi Meir véleményében, hanem a bölcsök véleményében, meg Gági Hidi le Rabbanon, vagy egy nagy tető, egy háztető a bölcsek véleménye szerint, Ráva már mutar le táltélbe kulaj, és Smuel már én me táltélim baj, beárba. Ugye, ha van, most nézzük ezt a bölcseket, mert ez egyszerűbb lesz, kevésbé fogunk belezavarodni. Ugye a bölcsek véleményén belül azt mondta Ráv, hogyha sok tetőről van szó, sok tetőről, ami egybe van, akkor Ráv azt mondta, hogy egyáltalán nem lehet a tetőn vinni, nem csak az egyikről a másikra, hanem még négy ámán belül sem. Smuel pedig azt mondta, hogy önmagukban lehet vinni, csak egyikről a másikra nem lehet vinni. Mi a helyzet egy nagyon nagy háznak a tetejével? Meglepő módon pont fordítva mondják. Ráv azt mondja, hogy bármennyit lehet rajta vinni. Smuel azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet rajta vinni. Ami meglepő, mert különösen Smuel a meglepő, mert Smuel azt mondta, hogy amikor nagyon sok tető van egyben nyitva, akkor is lehet vinni mindegyikben önállóan a sajátjában. Ráv azt mondta, hogy önmagában, saját magukban sem lehet vinni. És most pedig azt mondják, hogyha egy nagy tetőről van szó, akkor Smuel azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet vinni, Ráv azt mondja, hogy bármennyit lehet vinni, szóval teljesen zavaros, teljesen ellentmondásos ez, amit itt tanulunk. Azt mondja erre a Talmud, Ráva Amár, Kássad a Ráva, de Ráva Amár múltal a tálatodban, Kulaj, Kássad a Ráva, de Ráv. Ha Ráv véleményét nézzük, akkor ugye ellentmondásban vagyunk. Miért? Mert itt, amikor egy nagy tetőről van szó, akkor azt mondja, hogy azon az egy nagy tetőn belül lehet vinni, és ott, amikor sok tető van egymás mellett, akkor azt mondja, hogy egyes tetőn belül sem lehet vinni. Azt mondja, hogy ezt az ellentmondást fel tudom oldani. Miért? Hasszam leik minkere mechicta, haham minkere mechicta. Ugye amikor sok tető van egymás mellett, akkor egy tetőn belül nem lehet hozni vinni. Miért? Mert ennek a tetőnek az önállóságát ugye mit teremteni meg, hogy látom a széleit, látom a határvonalait. És ugye, mivel itt sok tető van egymásban, ezért nem látom, hogy melyik tető hol végződik, hol kezdődik. Itt viszont, amikor egy nagy háznak egy nagy teteje van, akkor látom a tetőket a peremeken. És ezért ez egy egyértelműen lehatárolható terület, és ezért lehet rajta hozni vinni bármennyi. Ez Ráv véleménye, és ezzel feloldottuk a Ráv-féle ellentmondást. Mi a helyzet Smuellal? Smuella már én betáltaném baj, Ella bárba ámosz. Kássad a Smuellad a Smuellad. Ugye mi volt Smuellnél az ellentmondás? Hogy Smuell azt mondta, hogy ha sok tető van egymás mellett, akkor minden tetőn belül önállóan, saját magán belül lehet bármennyit vinni. És itt pedig azt mondja, hogy ha van egy nagy tető, akkor azban nem lehet egyáltalán vinni. Mi ennek az értelme? Azt mondja, a Talmud, haszam, löj, havi, jöjszem, bész a száim, ha, havi, jöjszem, bész a száim. Másféle, más méretről van szó.
Itt egy olyan nagy házról van szó, aminek az alapterülete több, mint Vészaszáim, az 5000 négyzetáma, 1250 négyzetméter, és ugye azt mondtuk, hogyha visszaemlékeztek, hogy egy olyan ingatlan, ami nem lakhatású célú, és körbe van, és nem lakhatású célú magánterület, ami nagyobb, mint Vészaszáim, nagyobb, mint 5000 négyzetáma, akkor az már a bölcsek meghatározása szerint ugyan magánterület, de mégis úgy tekintünk rá, mintha egy kármelisz lenne, mintha nem magánterület lenne, és nem lehet benne egyáltalán vinni négy ámánál távolabbra. Itt a háztető, amikor a háznak az alapterülete több mint 5000 négyzetámá, akkor a háztető az egy pontosan olyan, mint egy kárpáf, mint egy ugye egy nem lakhatású célú ingatlan, ami nagyobb, mint 5000 négyzetáma, és ezért nem lehet benne vinni. Amikor az a tetők egymás mellett voltak, és kis háztetőkről beszélünk, akkor ugye azt mondta, hogy egy adott háztetőn belül lehet hozni vinni, mert az a kis házak voltak. Itt egy nagy házról van szó, ami nagyobb, mint 5000 négyzetáma, és ezért mondja, hogy ez tilos. Azt mondja a Talmud, de miért mondod, hogy nincs kör? Ugye mi a pontos meghatározása a nem lakhatású célú ingatlan, ami nagyobb, mint 5000 négyzetámánál, na, mint 5000 négyzetámán? Ez úgy hangzik, hogyha egy ingatlan, ami nagyobb, mint 5000 négyzetámán, és nem lakhatási céllal lett körbevéve. És azt mondja, Smuel, itt is erről van szó. A háztető az egy ingatlan, ami a 5000 négyzetámánál nagyobb területű háztető, az egy ingatlan, ami nem lakhatású célra lett körbevéve. Azt mondja a Talmud, de hát mégiscsak a háznak a falai, ami a tető alatt van, az lakhatási célt szolgál, akkor itt is, ha azt mondod, hogy ezek a házfalak fölmennek az égbe virtuálisan, akkor ezek a házfalak, ezek a falak lakhatású céllal jöttek létre, tehát akkor a háztető mégiscsak lakhatási céllal van körülbelül, hiába nagyobb, mint Vészaszáim, mint 5000 négyzetáma. Azt mondja, Smuel, nem. Hány mechicis le máta avdinan, le májla le avdinan. Ezek a falak lehet, hogy virtuálisan, szimbolikusan fölmennek, és ezért úgy tekintem, hogy körbeveszik a háznak a tetejét, de mint lakhatási cél, nem lehet őket lakhatású célú falnak mondani, csak a ház szintjén, de nem a tetőnek a szintjén. Balázs kérdezi, hogy Smuel nem azt mondja, hogy négy kötyök távolságban szabad mozgatni, de ezt mondja, én leegyszerűsítem ezt mindig. Ha valaki azt mondja, hogy négy kötyök távolságban szabad mozgatni, de nem többet, akkor én ezt úgy mondom, hogy egyáltalán nem lehet mozgatni, ugye, mert négy követ távolságon belül bárhol lehet mozgatni, ugye lehet mozgatni erősúsz a Rábinban is, a közterületen is, tehát én ezt csak leegyszerűsítettem, de helyes az észrevétel, Balázs. Oké, ezt is tisztáztuk. Ugye akkor most arról beszélünk, hogyha van egy ingatlan, ami nagyobb, mint 5000 négyzetáma, és nem lakhatási céllal lett körbevéve, akkor az olyan, mintha már nem is magánterület lenne, és nem lehet benne vinni, vagy Balázs kedvéért, nem lehet benne vinni négy ámánál messzebbre. Oké. Okay. És akkor ennek fogunk más példáit nézni. Itt már ez finna, rába már mutatott állt ebbe, kullas múlva, már émet állt én bele elve árba. Mi a helyzet egy hajóval? Van egy nagyon nagy hajó, egy 5000 négyzet ámánál nagyobb hajó, ugye 1250 négyzetméternél nagyobb hajó. Van ilyen a hajó? A manapság biztos, hogy van. Érdekes, akkor ezek az ókorban is már lehetett, vagy volt ilyen nagy hajó. Milyen nagy hajói voltak a rómaiaknak? Kata, segíts nekünk, kérlek. Szakmai ártalom. Itt mindenképpen egy ilyen hajóról van szó, aminek nagyobb az alapterülete, mint 1250 négyzetáma, 5000 négyzetáma. És mit mondunk itt? A kérdés az, hogy a hajónak a falai, azok lakhatású célú falak-e vagy sem? Ráv azt mondja, mutalat áldabakulla lehet, a hajón belül lehet hozni, vinni bármennyit. Smuela már nem lehet, csak négy ámán belül. Miért? Ráv már mutalat áldabakulla, veha ika mechicta. Miért lehet? Mert a hajónak vannak falai. Smuela azt mondja, hogy lehet, hogy vannak falai, de ezek a falak nem azért jöttek létre, hogy a falakon belülieket védjék, tehát hogy lakhatású céllal jöttek létre, nem csak azért vannak a hajónak falai,
hogy a vizet kint tartsák, kívül tartsák a hajóból. És Moela már én metáltanim, ba el a beárba ámoisz. Mi hicsesz lehavriach máim a szújaisz. Azért lettek ezek a falak létrehozva, hogy a vizet kint tartsák. Nem azért, hogy őrizzék, vagy vigyázzanak azokra, akik a falakon belül vannak. Később megkérdezték Smuelt, Amelérav Hilbára, Vészel és Smuel, Hilchaszak a Vaszak, a Hilchaszak a Ráv. Akkor végül is kit követ a halaká? Téged vagy Rávot? Ez egy érdekes, mert általában az ember megszokott győződve lenni a saját igazáról, és azért mondja a véleményét, mert azt gondolja, hogy őt követi a halaká. Mégiscsak megkérdezték Smuelt, hogy akkor neked van igazad, vagy Rávnak? És érdekes módon mit mondott Smuel? Amelé, Hilchaszak a Ráv. A halakha rávot követi. Hiába nekem volt egy véleményem, de visszaléptem, és a halakha rávot követi, tehát a hajón belül lehet hozni-vinni. Amarav gidil, amarav chiyabarav yoisef, umoide ráv, si imka faal pia, si imet áltanin, elabárba hamasz. Tovább vitte ezt a vitát a hajóról Rav Gidl, aki azt mondta, hogy ugye Ráv azt mondta, hogy a hajón belül bármennyit lehet vinni. Smuel azt mondta, hogy nem lehet vinni, csak 4 ámát. Aztán visszalépett ebből, de most egyelőre maradjunk ott, ahol tartottunk, hogy Smuel azt mondta, hogy a hajón belül nem lehet vinni, csak 4 ámát. És a kérdés a következő. Mi a helyzet, hogyha a hajó ki van hozva a partra, és fejjel lefelé van fordítva? A feje tetejére van fordítva. Azt mondta el Rav Gidl, hogy ebben az esetben Ráv is egyetért Smuellal, hogy a hajónak a fenekén, ami most a hajónak a teteje, nem lehet hozni-vinni. Azt kérdezi a Talmud, kfallemáj. Nézzük csak meg, miért fordították föl a hajót? Ilém a ledúrták te, ha májsna még ágyehidi? Ha azért fordították föl a hajót, mert a hajó alá bemennek, és ott laknak, vagy ott alszanak, akkor miért ne lehetne a hajónak a fenekén, ami most a hajónak a teteje hozni-vinni? Ez pontosan olyan, mint egy egyedülálló ház, aminek a tetején azt mondta... Aminek a tetején azt mondta Ráv, hogy nem lehet hozni-vinni. Ela, se ka fal, ez zaivsza. Azt mondja, Talmud, nem ezért fordították a feje tetejére a hajót, hogy lakjanak alatta, vagy aludjanak alatta, hanem azért, hogy bekenjék, mivel szokták a hajóknak a fa hajóknak a kátránnyal, hogy bekátrányozzák az alját, és ki hogy a vízállóságát fenntartsák. Tehát, és ezért, ugye nem lakatási céllal van, és ezért a tetején nem lehet hozni-vinni sábeszkor. Oké, ugye az előbb azt mondtuk, hogy amikor megkérdezték Smuel-től, volt egy vita Ráv és Smuel között. És amikor megkérdezték Smuel-től, hogy szerinte végülis akkor kit követ a halakha, akkor azt mondta, hogy végül is Rávot követi a halakha. Rav Ashi mászni le az fina. Most Rav Ashi szerint ez a történet, hogy megkérdezték tőle, hogy kit követ a halakha, ez a hajóval kapcsolatos történet volt. De Rav Acha Bereide Ráva szerint nem a hajóval kapcsolatos történet volt, hanem egy másik kérdéssel volt kapcsolatos, méghozzá a timpanonnal. Visszatért a timpanon. Miről szól a timpanon kérdése? De itt már Szádra be Bika, Ráva már mutatott általában be Kula, Smuel, Amár én betáltanim be Ela be Árba. Ez külön egy olyan kérdés, amiről, ha jól emlékszem, akkor tanultunk már korábban, igen. Kérem szépen. Igen, a 25-ös lapon már erről volt szó. A 25-ös lapon már volt erről szó. Következő volt a kérdés. Van egy önmagában álló timpanon, nem tudom, ennek van-e értelme, tehát egy olyan fedett terület, ami oszlopokon áll a teteje, de nincsenek egyáltalán falai. És ez valahol kint a mezőn áll. Kérdés az, hogy egy ilyen tető alatt, egy fedett, de falak nélküli
területen lehet-e hozni, vinni? Ráva már mutalat által be kula? Ráva azt mondja, hogy lehet hozni, vinni. Smuel már én met által imba el a bárba. Smuel szerint viszont nem lehet benne hozni, vinni, csak négy ámán belül. Miről szól az ő vitájuk? Ráva már mutalat által be kula, rinam pitikra jöjjelve szeiszem. Smuel már én met által imba el a bárba, rinam pitikra jöjjelve szeiszem. Ugye, ebben a fejezetben van egy központi téma, amit már érintettünk, és ez az, hogy a fal az virtuálisan fölmegye. Ugye korábban volt gyakran szó arra, hogy a fal virtuálisan lejön-e. Gud achis mechitzta. Most pedig arra beszélünk, hogy gud aszik mechitzta. Hogy a fal fölmegye. Volt szó, az volt az első olyan téma, ami egy visszatérő téma lesz ebben a fejezetben. Most elérkeztünk egy másik visszatérő alapkérdéshez, és az arról szól, hogyha van egy egyenes tető, ami oszlopokon áll, vagy akár falakon áll, akkor a tető széleiről úgy tekintem el, hiába nem jön, nem kezdődik el egy fal lefelé, hanem csak vége van, úgy tekintek el, mint hogyha virtuálisan létrejönne egy fal. Pitikra jöjjödve szerintem, a tető szélei leereszkednek-e és lezárnak-e? Szó szerint ez a talmudi megfogalmazás. És itt ugye Smuel azt mondja, hogy Rávt azt mondja, hogy pitikra jöjjödve szerintem, hogy a tetőnek, a lapos tetőnek a szélei azok leereszkednek, Smuel azt mondja, hogy a lapos tetőnek a szélei nem ereszkednek le. És ezért Ráv, aki azt mondja, hogy a lapos tetőnek a szélei leereszkednek és falat képeznek, szerinte a fedett, de falak nélküli terület alatt lehet hozni, vinni. Smuel szerint, aki szerint pittikra én ne jöjjedve szerintem, a lapos tetőnek a szélei nem ereszkednek le, és nem jön létre általa egy virtuális fal, ezért nem lehet a fal nélküli, de fedett terület alatt hozni, vinni. Oké. Most tovább bonyolódik a kérdés. Ugye miről volt szó? A központi kérdése ennek a lapnak az volt, hogyha van önmagában egy tető, akkor lehet-e önmagában álló tető, a bölcsek véleménye szerint, önmagában álló tető, a bölcsek véleményében, akkor azon az önmagában álló tetőn lehet-e hozni, vinni? Ez egy nagy tető. Ugye? Egy több mint 5000 négyzetámás háznak a teteje. Smuel azt mondta, hogy nem lehet hozni, vinni. Miért? Mert nem lakhatási céllal van körbevéve. Ugye a falak, amelyek följönnek ugyan, és ugyan azok a falak a háznak lakhatási célra jöttek létre, de itt azért nem mondjuk, hogy úgy jönnek föl, hogy olyan, mint hogyha a háztetőt is lakhatási céllal vennék körbe. És ezért ez egy olyan területnek számít, mint egy nem lakhatási céllal körbevett több mint 5000 négyzetámás magánterület, ami Kárpafnak számít, és nem lehet rajta ezért négy ámán tovább vinni. Ráv azt mondta, hogy de, ezek a falak, ezek valódi falak, és ezek a falak, ezek olyanok, és ezek látható falak is, mert ugye a széleit látjuk a háznak, ez egy önmagában álló ház, és mivel a ház az a tető alatti ház, az lakhatású célú, ezért a tetőt is lakhatású célnak nézem, és ezért hiába nagyobb, mint 5000 négyzetámá, mégis lehet rajta hozni, vinni. Ez az alapkiindulás. Ez volt a bölcsek véleményében. Mi a helyzet Rabbi Meirrel? Rabbi Meir azt mondta, hogy ha van egy csomó háztető, és ezek egymással egybeérnek, és nincs közöttük 10 tefach eltérés, akkor lehet rajtuk hozni, vinni. Kérdés az az, hogy lehet-e egy ilyen tetőről, vagy ilyen tetők sokasságának az egyikéről, egy udvarra vinni. De Ráv, a liba de Rabbi Meir letál tullé, mint gág le hacer. Ugye, ha azt mondom, hogy a tető, és ezt mondja Ráv, hogy a tető alatt megnyugvó, vagy álló fal, az lakhatású célú fal, akkor az a tető fölött is lakhatású célú lesz, akkor itt egy lakhatású célú ingatlanról viszek egy udvarra, ami elvileg megengedett kéne, hogy legyen.
És mit látunk? Hogy ezt mégiscsak, később fogjuk látni, hogy ezt mégiscsak megtiltja Rabbi Meir, és így Ráv véleménye szerint ez nem világos, hogy ezt miért tiltja meg. Azt mondja, a Talmud gzéra misum Rav Yitzchak bar Rav Dimi. Ez Rav Yitzchak bar Rav Diminek a rendelete miatt tilos csak. Mire volt Rav Yitzchak bar Rav Dimi rendelete? Emlékezzetek vissza tegnap. Az, hogy az, ez ugyanaz a rendelet, ami miatt Rabbi Meir azt is megtiltotta, hogy a házak vagy a tetők között több mint 10 tefár szintkülönbség van, akkor tilos egyikről a másikra minden, és ez pedig az, hogyha találkozom egy, ha megyek a közterületen, és a közterületen van egy magá, egy kiemelkedő talán oszlop, vagy domb, ami magánterület lenne, akkor ugye nem szabad a közterületről úgy a magánterületre tennem, és emiatt megtiltotta, hogy egy magánterületen belüli olyan önálló egység, ami önmagában is magánterületnek lenne tekinthető, nem lehet föltenni a magánterületről arra, mint az oszlopra, a magánterületen belül sem. Miért? Mert nehogy emiatt a közterületen is ugyanígy járjak el, és emiatt mondta azt, hogy a két tető között is, hogyha 10 tefáknál magasabb a szintkülönbség, akkor nem lehet az egyikről a másikra vinni. És ugyan emiatt fogja azt mondani, hogy a tetőről az udvarra ugyancsak nem lehet vinni. Ez akkor Ráv véleménye szerint Rabbi Meir magyarázata. Shmuel alibad Rabban anni taltel meg gagle karpef. Shmuel véleménye szerint pedig, ami mi volt Shmuel véleménye? A bölcsek véleményében. Azt mondta Shmuel, van egy nagy háztető, amely nagy háztető nagyobb, mint 5000 négyzetámá. Akkor azt mondta Shmuel, hogy az nem lakhatású céllal van körbevéve, ezért az egy kárpef, ami egy nem lakhatású célú ingatlan magánterület, ami nagyobb, mint 5000 négyzetám, az olyan, mint egy kármelisz, és ezért nem lehet benne 4 amánál távolabbra vinni. De lehet-e vinni ennek a tetőnek, erről a tetőről áttenni egy igazi kárpefre, egy igazi nem lakhatású célú ingatlan, hanem mondjuk egy faraktárra, úgyhogy nem megyek távolabb, mint 4 amán. Amarabbar ulla, Zére semmi pachész a gág, azt mondja, ezt nem lehet, bár elvileg lehetne, hiszen két ugyanolyan státuszú területről viszek egyikről a másikra, és nem megyek távolabb, mint 4 ámá, itt mégsem lehet, miért? Mert nehogy az történjen, hogy a ház tető az beomlik, vagy kisebb lesz, és ezért már nem lesz 5000 négyzetámánál nagyobb, így aztán már nem Kárpáfnak és Kármelisznek számít, hanem egy egyszerű magánterületnek, amin belül lehet hozni vinni, és hogyha onnan áttennék egy igazi Kárpáfra, egy igazi faraktára, akkor egy magánterületről vinnék egy Kárpáfra. Azt mondja a Talmud, hogyha ez a helyzet, Ihachimi Kárpáf le Kárpáf námillai le táltel, Dilma Máfkész faszítőtúni. Ha ez tényleg így lenne, hogy tartok attól, hogy a terület lecsökken, és akkor már nem 5000 négyzetámánál nagyobb, hanem kisebb, és akkor már nem számít olyannak, ami már Kármelisz, hanem visszatér a magánterület státusza, akkor ugyanez lenne, ugyanebben a helyzetben igaz lenne a Kárpáfról a Kárpáfra. Ugye mit mondtunk? Egy Kárpáfon belül egy nem lakhatású célú 5000 négyzetámánál nagyobb magánterület esetén, ugye ez a Kárpáf a faraktár terület, nem lehet 4 ámánál távolabbra vinni, de egyikről a másikra lehet vinni, ha 4 amánál kevesebbet viszek. Akkor ott is fölmerül a kérdés, hogyha nehogy az legyen, hogy lecsökken a terület hirtelen, és az akkor már az egyik az nem Kárpáf, hanem igazi magánterület, és akkor magánterületről vinnék egy Kárpáfra, ami tilos. És mégsem mondom ezt, azt mondom, hogy lehet vinni. Mi a különbség? Mi a különbség, hogy a háztetőről emiatt, a nagy háztetőről emiatt a Kárpáfra nem lehet vinni, de Kárpáfra lehet vinni. Azt mondja, Talmud, haszam if ifchesz minkarel a milsa, hachai mifchesz le minkarel a milsa, ugye nagyon nagy a különbség, hogy a Kárpáfnál, nem értem őszintén szóval, hogy miért, de egyiken sem volt még dolgom, de mindenesetre azt mondja, hogy a Kárpáfnál egy nagy körbevett területnél, mint egy faraktár, feltűnő, hogy csökken a terület, a háztetőnél nem feltűnő, hogy csökken a terület. Én fordítva gondoltam volna, de mindesetre itt ő ezt így mondja. És mivel nem feltűnő, hogy csökken a terület, ezért előfordult, hogy nem veszem észre, hogy most már nem 5000 négyzetám a területe, és hogy ezért ez már nem egy Kárpáf, hanem egy magánterület, és a magánterületről a Kárpáfra már tilos vinni. Nem így a Kárpáfról a Kárpáfra, a Kárpáf hiába lehet, az egyik Kárpáfnak a területe lecsökken. De azt rögtön észrevenném, és ezért
nem vinnék át Kárpafról Kárpafra. Köszönöm szépen, drága barátaim. Idáig tartott a ma esti tanulás. Egy rövid siúrunk volt ma. Holnap, kérem szépen, kicsit eltérően a szokásostól, nem este lesz a siúr, hanem reggel. Gondolom, hogy ilyen 8:30 magasságában mindenkit szeretettel várok. És hétfőn pedig, ugyancsak eltérően a szokásostól, nem reggel lesz a tanulás, hanem este. Tehát holnap reggel, hétfőn este, és utána pedig visszáll a normál menetrend. Mindenkinek kívánok egy kiváló, sikerekben gazdag következő hetet. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk az egészségünkre, legyünk óvatosak, elővigyázatosak, vigyázzunk mások egészségére is, addig is, míg holnap reggel találkozunk. Mindenkinek egy gyönyörű hetet és egy szép estét kívánok.